Már múlt héten elkezdtünk ismerkedni azzal a csodálatos gyógyító vízzel, ami Zsóri fürdőn található, ráadásul egy olyan különleges helyzetben, hogy saját kúttal rendelkezik az egyik szálloda, és így ez a víz rendkívül erős. Most pedig egy olyan szárnyáról az intézménynek fogunk beszélni, ahol terápiák sokaságát lehet kipróbálni és használni, a mofetta kabintól, az oxigén sátorig, a kézi masszázsig, számos dologról, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is érdekes lesz, hiszen magyarázatot is kapunk, hogy mi mire jó. A víz különleges gyógyító erejével fogunk még foglalkozni, de most jöjjenek velem a szálloda abba a szárnyába, ahol a legkülönbözőbb terápiákat, kezeléseket és eszközöket vehetik igénybe egészségük megőrzéséért, vagy éppen helyreállításáért. Először ismerkedjünk meg a denevér ágyjal. Jó. Körülbelül egy ilyen szögben talán megfelelő lehet ez a nyújtás. Ha egy picit sok, akkor visszaengedem, hogy ne legyen ilyen meredeken, jó? Így vagyok minden, hogy a fokozatosságnak, ugye de fokozatosan szoktuk leengedni, hogy szokja ugye a nyújtást a gerinc, és hogy felszabadulnak ugye ezek a porckorongok a nyomás alól, hogy ugye neki, hogy problémája van az úrnak a sérvel, ezért, hogy a nyomás ne legyen rajta, ugye, és ilyenkor a gravitáció segít tulajdonképpen, hogy eltávolodnak egy picit egymástól a csigolyák, és talán így könnyít neki rajta, hogy ne nyomódjanak. És ez olyan 10 percig szokott lenni, hogy nyújtás alatt van. Addig kell elbírni, ha bírja, hogy meglátjuk, hogy meddig. Persze. Milyen érzés egyébként? Ez szokatlan. Ha ezt jónak fogom megítélni, azt gondolom, hogy ez fokozatosan nőtság elvét betartva mindig kell gyakorolni. Hát közel másfél évtizedet műtötték a sérvemet elő, első alkalommal majd újra, és most két újabb sérvem van. Eddig nem mertem kipróbálni, ide visszatérő vendégek vagyunk, és most vízbe a kedves hölgybe, az elmondottakba kipróbáljuk, és még az itt létünk alatt talán még egyszer újra megkíséreljük. Én úgy gondolom, hogy akár így napi rendszerességgel most még itt tartózkodnak, hasznos lenne ezt így folytatni, és akár ha bevált, akkor ezt otthon is lehetne, ugye, keresni egy ilyen lehetőséget, ahol ezt lehetne gyakorolni ezt a nyújtásokat, mert ha jótékony neki, akkor ez segítene abban, hogy ne fájjon a gerince. Még annyit megtehetnénk, hogy esetleg, mintha amikor nyújtózkodik reggel az ágyban, hogy felrakja a karjait, és mintha elkezdene nyújtózkodni egy kicsit, hogy leugassa le a karjait, és még annyit tehetünk, hogy bocsánat, hogy mint amikor oldalra akar fordulni egy picit, mintha át akarná rakni a karját, mintha így, mert a deréknál érezni ezt a csavarodást, meg ezt a nyújtózkodást. Igen. Másik oldalra is. Ahogy ön érzi, igen. Ha jól esik, igen. Akkor csinálja, mintha hát szeretne fordulni. Igen. Így? Igen. Jó? És akkor ugyanúgy vissza. Mint mondtam, azóta egy egész más életminőséget kell megélnem. Igen. Tehát reggésére fölébredek, felülök az ágy szélén, és nem állok talpakra azonnal. Mm. Illetve hát amit csak lehet, emelni kell, nem nagy súlyokat, de mind combból inkább, mint hogy derékból és úgy a karerőt kihasználva. Igen. Tehát nagyon sok minden oda kell figyelni. Igen, a megfelelő súlyát helyezésre kell szabadna felemelni a súlyokat. Ahogy felemeljük a földről, mert ugye nem szabadna egyből derékből hajolva felemelni, mert ugye ezzel terheljük a legjobban a derekat és a háti gerincet, ugye. Egyébként én azt gondolom, hogy ugye a kedves hölgytől kérdezem, ezt csak karban lehet tartani. Erre vigyázni kell, nagyon-nagyon kell rá vigyázni. Én ezért szeretek húzni, tényleg nagyon óvatosan közlekedni, mozogni. Hirtelen mozdulatokat nem is igazán célszerű tenni. Ha bármi, meg kellett azt tanulni, hogyha történik egy zajhatás, ne hirtelen kapjuk hátra a tekintetünket, hanem óvatosan megfordulva azt megfigyelni. Szakaszosan engedjük vissza a vendéget, nem egyből engedjük vissza a denevér ágyat a kiinduló pozícióba, hanem
lassan kell visszaengedni, hogy az egyensúly, a vérkeringés, minden a vér egyensúlyba kerüljön. Tehát azért nem szabad egyből vissza. Így is furcsa lesz egy kicsit utána neki majd, hogy mire megszokja, hogy ne szédüljön, mert egy picit szédülni szoktak utána. Jó? Jó. És akkor most engedem egy kicsit vissza, tehát egy felé körülbelül, mint ahogy le volt engedve. Megállunk egy pici időre, és akkor utána tudjuk visszaengedni. És addig is pihenhet egy kicsit, még feküdhet, mi kibontjuk a bokájánál, mert ott van rögzítve, és akkor felül a denevérágyra, és utána még üldögélhet rajta, még úgy érzi, hogy nem szédül, és le tudja jönni a denevérágyra. Úgyhogy most még engedek megint rajta. Igazi hős? Tépőzárakkal van rögzítve, és egy kampóval, hogy be van lent akasztva, hogy ne csúszson le a vendég, mert ez fogja tulajdonképpen a súlyát a vendégnek. A de muszáj volt ezt a súlyt megrögzíteni. Majd. Jó, és hogyha úgy gondolja, hogy úgy érzi, hogy igen. Hogy fel tud ülni, csak üldögéljen egy kicsit a denevér ágyon. Igen. Jó? Így, hogy... Halihó! hogy érzi magát? Semmit nem érzek, nem szédülök, nem... Milyen érzés jó, volt? Jó, kellemes. Ő rosszabbra számított, meg bűzítettem, olyan húzás, nyújtás, igen. Hogy bármi fog jelentkezni. De érzetve milyen nem. Volt ott a derek a hát? Talán, mint egy picit lazább lett volna, ha jobb. Elazul, nem terheli valami. Akkor összességében ez egy pozitív élmény volt? Ezt folytatni kell, azt gondolom. Úgy gondolom, hogy nem rossz, ha nem jó érzéssel távozik tőlünk ezzel kapcsolatosan, akkor szerintem jó lenne. Jónak tűnik mindenképpen, úgyhogy köszönöm szépen a kezelést. Szívesen. Hogy ez a különleges fotel mit tud? Hallgassuk meg gyorsan. És közepes erősséggel van beállítva. Elégnek szokott lenni, igen. Szokták mondani, általában ezen az erősségen szokták használni a vendégek. Igen. És ez 20 perces szokott lenni ez a fotel is. Gyúró, tögető, masszírozó fogások vannak. A talpat is ugyanúgy masszírozza görgőkkel, és nyilván a légzsákok, ahogy összeszorítják, elengedik, és a vádlin meg a karok alsó kar izmait masszírozzák tulajdonképpen. És teljesen az ülő gumótól ugye a tarkóig masszíroz. Ezért olyan kellemes, oda-vissza járnak a görgők, és különböző mozdulatokkal. Nyilván nem egy masszőr keze, de ugyanúgy olyan hatékonyan át tudja mozgatni ezeket a gerinc melletti izmokat. Igen, a masszázs görgők a ülőgumótól a tarkóig masszíroznak, és különböző ütögető, gyúró mozdulatokat csinálnak a gerinc melletti izmokon, amik ugye lazítják ugye, ezeket az izmokat, és amellett ugye dolgoznak a légzsákok is, amik ugye a vállunknál ugye a kart masszírozzák, a vádli masszírozzák, és lent a lábunknál is ugye a görgők a talpat masszírozzák tulajdonképpen. És ezáltal egy olyan, mintha tényleg egy masszőr kezei alatt lenné a vendég, de nyilván nem helyettesíti a masszőr kezét, de hasonlóan ugyanúgy jól érezni magát. Nagyon szeretik a vendégek a foteleket, kedvenc a vendégeknek a hotelben a fotelezés, úgyhogy tényleg, mert tulajdonképpen elég sok helyre eljut a görgő, és oda-vissza ugye a tarkónak az izmait is ugye a különböző pozícióban, ahogy áll a fotel,
ugye annál jobban meg tudja masszírozni a vendéget, ugye, mert hogy más az íve a gerincnek, ugye máshogy nyúlik a gerincnek az izmai, és annál jobban hozzá tud férni a görgő, ahogy masszírozza. És ez melegített görgők vannak, ugye, mert ráraktuk ugye a heating, a fűtést, és ugye mivel hogy melegítettek a görgök, ezáltal jobban tudnak lazulni ezek az izmok. Ugye, már a meleget ugye tudjuk, hogy más masszázskor is, ugye, ha meleg kövekkel, vagy ugye masszírozzunk, ugye az annál jobban ellazítja az izmokat. Most pedig ismerkedjünk meg a magnevit terápiával. Magnevit terápia, dupla mágneses elektromos kezelés, tulajdonképpen a belső szervek működésére gyakorol hatást a akupunktúrás pontokon keresztül. Meglegvesítjük a korongokat, mert ugye így jobban fogja érezni azokat a egy kicsit ilyen csipkelődő érzése van a korongoknak, ahogy az a impulzusokat, ahogy átviszi. A korongok ebben az esetben, ahogy ide helyeztük őket, a mögötte lévő szervek működésére fog hatni, tehát annak a vetülete, ahol mögötte vannak a szervek, ugye, ami mögötte. Tehát a szív, a tüdő, a vese, meg a többi részek, ugye, a húgyhólyag részeire hat tulajdonképpen, meg maga az izmokra is fog hatni. Jó, jöhet a következő pár. Jó. Rendkívül érdekes és hatásos a Mofetta kabin. Jó napot kívánok! Köszönöm. Egy Mofetta kezelésre jöttem volna én. Jó, rendben van. Tessék parancsolni, ebbe a fülkébe lehet ülni. Papucsot tessék nyugodtan levetni, úgy sokkal kényelmesebb. Könnyebben is felszívódik a gáz, hogyha... Több ízbe volt, amit már önöknél. Igen. És nagyon jó hatással volt rám. Igen. És ezért gondoltam, hogy ha már a disznótorra eljöhetek, akkor együttöltöm itt a kezelésekkel. Úgyhogy ma és holnap is jönnék. Rendben van. Jó, rendben azóta van. Nem görcsöl a lábam éjszakánként, úgyhogy nagyon örülök. Akkor kedvező hatással van akkor a keringésére. Igen. Jön. Okay. Mit tetszik érezni ilyenkor? Mikor... Érzem, hogy úgy egyelőre még hideg, ugye, mert most ez bekapcsolva. De aztán melegszik ez úgy. Igen. Akkor a jó már, amikor a lábam is meleg tőle. Ez egy olyan 40-50 perces kezelés. A gyertya meggyújtásában azt ellenőrizzük, hogy milyen magasan van a gáz, meddig kell engedni a gázt. Általában egy szívmagasságig szoktuk engedni, és időnként később ellenőrizve ugyanúgy a gyertya lángjában ellenőrizzük, hogy hogyan fogy el, hogy szívódik fel, milyen gyorsan a gáz. Ha elaludt a lángja, akkor elzárjuk. Ezeljük, és akkor időnként ellenőrizzük majd, hogy milyen ütemben fog felszívódni a gyertya lángjával. Hogy. Ez a gáz, ez egy széndioxidos száraz kezelés, és a vérkeringés
zsünkre hat, tulajdonképpen értágító hatása van. Szokták használni cukorbetegség esetén is, mert ugye vészeres lábakra, igen, nyirokkeringés, ugye nem megfelelő, érkeringés nem megfelelő, ugye az abban segít, hogy tágítsa az ereket. Standby ültetés után is szokták használni, ugye. Tehát bármilyen keringési betegségekben jótékony hatással van az erek állapotára. A gáznak a felszívódása, hogy milyen állapotban van a szervezet, vagy éppen milyen problémák állnak fent, és mennyi idő alatt tudja ugye a szervezet a felszívni, felvenni a bőrön keresztül ugye a gázt. Én ezért járok ide. Visszeresek nagyon a lábaim. Kezelést akkor milyen már az hatása? Első kezelés után javult a lábam. Nem indult be éjszaka a görcs a lábamba. Tehát már akkor mindenképpen hatásos, mindenképpen, akkor már az első kezelés után is van. Mindenképpen, hát itt voltam már 5-ször vagy 6-szor voltam itt. Itt alvósként is, meg bejáróként is, Miskolcról járok én ide, és nagyon jó a busz is itt van közel, és akkor... Hát mondom, nagyon sokat segítettek.